mérkőzés előtt, hogyha győzünk, akkor a tabella első helyén telelhetünk. Szerencsére sikerült, hiszen együtt mindenki a Hali sikeréért küzdött ma. Rengeteg drukker volt kín, Hali szimpatizáns a csarnokban. Köszönjük a segítségüket, hiszen ezen a mérkőzésen is voltak nehéz pillanatok. Olyan mérkőzés volt, amire számítottunk. Az Aramis próbált kontrázni, nálunk volt többet a labda. Mi birtokoltuk többet a labdát, nekünk volt több helyzetünk, azonban tudtuk, hogy egy rögzített szituáció, egy kontra mindig benne lehet az ellenfél játékában, és az benne is volt. Azonban mi jobban akartunk, ami szerintem az egész fél év során jellemezte a csapatunkat, jobban szerettük volna a győzelmet, és okos, jó játékkal tudtuk elhozni minden a három pontot. Hogy itt mindig az nagyon nehéz a Budaörsön játszani, de szerintem egész meccs mutatunk, hogy jobban voltunk, mint a ellenfél. Szerintem már első fél időben már tudtunk beszedni a meccsen, de sajnos sok helyzet nem használunk. De szerintem összesen jó voltunk a meccsen, és ez nagyon örülök, mert megint első pozícióban vagyunk. Ez az sokat számít, tudom, hogy nem jól kezdtünk a szezonban, és ez a karácsony előtt az nagyon fontos nekünk, hogy nyugodtan pihenünk, ünnepelünk, és mert az sokat kezdesz a szezonban. Utána, amikor visszajövünk a januárban, akkor azt kell tartani az első pozíciót, és utána majd figyelünk a felső házba. Körülbelül egy-másfél hónapja változtattunk. Nem a hozzáállásunkon, ez mindig olyan volt, hogy győzni szerettünk volna, de még többet adtunk bele, és próbáltuk megfejteni az okát, ami miatt nem voltunk annyira sikeresek a szezon elején. Én úgy gondolom, hogy ez együtt sikerült, és felülkerekedtünk a nehéz helyzeteken, szituációkon, és erre nagyon büszke vagyok, nem csak a csapattársaimra, hanem így mindenkire, aki ebben segített, mert ugye a tavalyi évünk olyan volt, hogy szárnyaltunk, amihez hozzányúltunk, az sikeres volt, így szerettük volna csinálni idei évet is, de valahogy nem úgy kezdődött ez a szezon, és tudtunk váltani, ami a sportban szerintem óriási nagy dolog. Tudtunk segíteni egymásnak és változtatni a dolgokon, ezért vagyunk jelenleg az első helyen, ami óriási nagy siker, és nagyon büszke vagyok a srácokra, büszke vagyok, hogy ma csapatkapitányként segíthettem a csapattársaimat. Rendkívül boldogok vagyunk, hogy aki nézte a mérkőzést, vagy aki kim volt, láthatta ezt a sikert, úgy érezheti magát, hogy első helyen van elég a csapat. Ezúton is szeretnénk az összes Hali drukkernek, szombathelyinek, és aki szereti a futcát, áldott békés karácsonyt kívánni, és sikerekben és Hali gólokban gazdag, boldog új évet! Hajrá, Hali! Szeretnék kívánni mindenkinek boldog karácsonyt. Remélem, hogy mindenki szórakozik, és ünnepel a családdal, és a barátokkal, és januártól megint találkozunk a szombathelyen.